megragadták, megfogták ennek a történetnek a leglényegét, ahogy a Magyar Péter is rátapintott. Na, ez nagyobb cringe, mint Petinek a teljesítménye, amit tegyük hozzá. Üdvözlünk benneteket! Sziasztok! Én Gábor vagyok, mint mindig, és műsorvezető társam nem más, mint Combi, és hogyha minket kettőnket együtt látnak a nézők, akkor mi a műsor? Basic! Gyere rám, Basic! Igen, a pusztító szóviccek és a pusztító aktualitások műsora. Be kell valljuk nektek, hogy nem volt könnyű a Réven Krotyás műsorunk, ami már kim van, és meg lehet tekinteni, nézzétek meg. De egy picit komolyabb hangvételben láthattok minket, mert azért érkezik tőletek kritika, hogy kicsit túl van tolva, kicsit sok a poén, de hát mit csináljon az ember, hogyha fekete Miki itt éli ki magát mellette, érted? Hát most még mit tudok csinálni? Ilyen jó. Továbbra is megtisztelő ez a titulus. Igen, azért nem utolsó. Tehát, hogy tényleg sokat szoktunk itt nevetni, de hát valamilyen szinten van egy paródia íze ennek a Basicnek. Hát meg egy katasztrofaturizmus, meg önmagában az, hogy gyakorlatilag a közélet eléggé egy ilyen nevetséges roncsderbi hangulatát veszi fel mindig. Igen, és az ember, amikor mi rengetegszer féltünk attól, mikor belevágtunk a Basic készítésébe, hogy a következő hét már nem tud olyan erős lenni. És mindig van az emberben egy ilyen délvilága féle frusztráció, csak ott nála ugye nyilván a villanyszámla is, és a sors tragédiáért is megy, tudod, a háború lesz elég nézettség, de innen is csókoltatunk, Dév, és köszönjük a rengeteg tanácsot, és mindent beépítünk a Pantheonba. De ugye az emberben ugye ilyen apró félelem érzet elindul, hogy most a következő Basicre lesz elég téma. És ez az idei hét, ez annyira durván sokat termelt, hogy a Réven Krokszot le kellett választanunk a nagy Ritty-Rötyi parádéról, mert hát... Meg ugye, egy másik témát, de az majd később beszélünk róla. Igen, tehát, hogy két témát is levágtunk, mint egy vadhajtást a Basicről, mondván, hogy most nincs időnk ezzel foglalkozni, meg hozzáteszem, hogy a Réven Krokszos ügy az méltatlan lenne ehhez a Ritty-Rötyizéshez. Abszolút nem fért volna bele a Basicbe. Nem fért volna bele, és így is a múltkor a Karsai esetében is egy nagyon határozott kiírásokkal próbáltuk nektek érzékeltetni, hogy van egy komoly oldalunk, de inkább ezt a katasztrófa, én ahogy hívom, katasztrófea, amit itt meg lehet nyerni, mint a csümmet. Katasztrófa a turizmus, mert azért törünk fel, mint a talajvíz, mert rengeteg helyen megemlítettek minket. Ugye mentorunk és hát segítőnk lett Dévvilága, aki hát úgy tört be egy másik embernek a pozíciójába, hogy nem is tudott erről a fajta versenyről, ami közte és Puzsér Robert között zajlik, és hát úgy nyert Dévvilága ezen futamon, hogy nem is tudta, hogy indul rajta, de hát ilyen ez, mikor az ember nyakába akasztanak egy sorszámot és közlik vele, hogy nyertél. De én csak a biciklivel jöttem haza, de megnyerted a Tour de France-ot. De a tombolát azt én most kisorsoltam neked. Téd a vágás simolatsz. És így Dévvilága lett a mentor, hogy úgy mondjam, ő azért sokszor kommentel, és hát... Meg is említett minket amúgy még, hát. Pont amikor a csatornát, ugyanis a Topkult kapcsán volt egy YouTube-os, politikai YouTube-osokról szóló rank videó, és alatta, nem, abból, rosszul mondtam, abból a videó vágott át, és igen, említette meg amúgy a csatornát, nagy dicső módon. Hát igen, és így szerepelhettem én a Gyere rám Dévvilágon. És Bence is. És a Bence is, persze. Hát hiszen a Topkult rendszerint egy, ez azelőtt volt, mert átvetted a Bence pozícióját, nem mióta kitúrtam. Én Combi vagyok, ő Bence, ez így próbálom. Én nem akarom elvenni egy percig sem az egyik nem akarod, ős alapító tokok helyét. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy nem kiszorítom. Egyszerűen ennek ilyen fizikai okai vannak, hogy már más nem fér be. Megszereztem az acélszéket, ketten férünk idebe, majd a Csuka Gerinek majd szorítunk egy helyet, te csak hangban lesz jelen. De hogyha ez nem lenne elég, hogy honnan jön ránk a siker, mert olyan sikátorokból vág fejbe a sikernek a bunkós botja, amit nem is gondoltam volna. Én sem számítottam erre egy percig sem. Maga Dopman Lackó, kis barátom, megnézte az egyik filmkritikát, neve szerint a Joker 2-t, amely hát annyira meg
győzte őt, hogy nézze meg a filmet, és utána készített róla kritikát, és hát Doppen is ajánlotta a csatornát. Gondoltam volna én a szerény képességeimmel, hogy esetleg a Puzsér rap paródia kapcsán fog ide találni, de nem. Nem tudhatod, tudod, eteted az amúrt valamivel, de nem arra kap rá, hanem a cipőfűzőre. Az, hogy én ezt választom, nem az igazi csalit. És ha még ez nem lenne elég, és nem lenne garancia arra, hogy gyakorlatilag egy roncs társadalom sorakozik föl a sávval szemben mögött. És nem akármilyen ez. Jaj, de dicső ez. Ez az élő halottság, amely épül mögöttem, mert nekem nem probléma kiszorulni Puzsérmester univerzumából, építek én magamnak a holtakból, az elesettekből, mert maga a hajóágyú is... A beejtőnyezőtekből. Igen, a leselejtezett nyomorultakból, hogy még maga a hajóágyú is elismerően, a maga módján elismerően nyilatkozott. A múlt heti adásban bizony, és meg is lepődtem, hogy hallgattam. Hogy... Úgyhogy én azt hiszem, hogy a siker garantált. Most nem azt mondom, hogy olyan irányokból érkeznek ezek az elismerések, de hát hogyha az ember megkapja az érdemkeresztet, nem szégyen átvenni, bárhonnan érkezzen. Így van, és úgy gondolom, de én amúgy bírom a hajóágyút, és nekem a Doppennel sincsen bajom. Én kiálltam a magam módján Doppen Laci mellett, amikor volt a Robinak, a Puzsérnak a repje. Én ott azért állást foglaltam, hogy azért vannak fenntartásaim ezzel a nyelvezettel. Úgyhogy ez van. Jön a siker. Én meg a kajóágyúra reflektálnék. Mire pontos? A hajóágyúra. Nem azt mondtad, az a kajóágyú. Tehát annyira tisztelő, hogy még a nevét sem mondja helyesen. Bocsánat. Tehát a hajóágyúra reflektálnék, ugyanis ő nekem az Áronok közül Kurz ezredesnek a munkásságát már említettem korábban egy régebbi Basicben. A mai napig ő és a szerzőtársa Guido Enci számomra az egyik legviccesebb, legcinikusabb, legironikusabb, legszarkasztikusabb és legérvényesebb tartalmukat hozták össze. Még hogyha nagyon viccesen így a két Áron, ahogy beszélgetett egymással, hogy majd egymás fingját megcseréljük, engem akkor is nagyon-nagyon megtisztel, mert én is kontextusban tudtam ezt így helyezni, és mondom, a kedvenc írásaim, meg a blog.hu-s blogvilágból nekem a gyűlölt ellenségeink és a későbbi, az utód bezzeg nemzetek a mai napig nekem etalon, abszolút. Úgyhogy hát megtisztel, hogy Kurz ezredes egyáltalán szájára vett, és a másik Áron is. Így van, tehát itt arról van szó, hogy minden Áron segget nyalunk mi is. Még nem is értünk mindenbe egyet, persze amúgy, de ettől függetlenül akkor is elismerem, és én is szerettem volna erre reflektálni. De nem probléma. Combi, nem kell szégyenkezni, az ember időről időre kín kiakasztja a ruhamegőrzőben a gerincét. Hogy másik vagy egy-két sigolyáját, ha nem is az egész. Nem annyira probléma egy borda közi izmomról lemondani ahhoz, hogy érvényesülni tudjak. Gyere rám, lustadik! Jó, leittad lustadikket, de nem probléma. Miért jöttek ide az emberek, akarják hallani, hogy mi történt a héten, mert most egyelőre saját magunkban fürdőztünk meg. Teljes érvénytelenség. Erre mindenki kíváncsi egyetlen. Majd megvágom úgy, hogy pont szórakoztató legyen. Na, mi az első hírünk? Nos, a héten volt az Európa Parlamenti időszaknak, politikai ciklusnak a megnyitója. Szerdán Strasbourgban ült össze a most frissen megválasztott, a nyár folyamán megválasztott Európa Parlament, vele együtt az összes képviselőjével, azért is különleges esemény ez, ugyanis, mint Magyarország az Európai Uniónak a soros elnökségét tölti be. Jelenleg. Várjál, de azért nem mindegy, hogy melyiket. Te szó vicc bűnöző! Mert én mikor hallottam ezt, hogy mi vagyunk a soros, én azt értem, mert én ugye látom, amikor jön az OTP mobil alkalmazásban, hogy Soros György... Az SMS értesítés. Gyuri bácsi. És mindig szokta nekem az applikáció ilyen kis ilyen tűzi játékjeleket, meg trombita jeleket, hogy öröm ünnep, hogy ugye érkezett, de ahhoz általában kettő ilyen plusz emojit tesznek, mikor Soros. De ilyen nyíltan nem kéne, el kéne maszkírozni. Köztük a Dávid csillag emoji is megjelenik amúgy többek között, ahogy az utalások. Igen, meg néha hatágú, néha ötágú csillag, attól függ, hogy... Attól függ, hogy milyen paszban vannak, de nem probléma a bárány áldozata sikerért.
Hát hogy nem, semmiképp sem. De a lényeg az amúgy, hogy... De tudod, rohadt nehéz, hogy egyszerre a Soros Gyuri is mondja, hogy mit kell mondanom, Pressman is, Présember is mondja, kicsit meg kell felelnem a hajóágyúnak, ennyi szék közé nem lehet beesni veled. Jó, de hát figyelj, lavírozunk, tudod, hogy a folyó is a nyomás... és tudod, a víz folyamán válja a nyomvonalát, szóval. Ilyen ez a sávval szemben, tudod, ez a mindenki keblére, mint a kígyó, oda kúszik, sziszegő nyelvvel nyaldos. Na jó, de mondjad a hírt, mert sose jutunk el, folyamatosan gárcsolom ezt a rohadt műsort. Élvezhetetlenné teszem. Szóval a plenáris ülésnek több szakasza is volt. Az első amúgy időrendben Orbán Viktor által tartott sajtótájékoztató, mint Soros elnök ebben a szerepében. Itt sikerült egy nagyon-nagyon szép performance-ot összehozni, hát én inkább azt mondanám, hogy egy ilyen szennyes, cringe és kifejezetten kellemetlen módon sikerült vélemény nyilvánítani, ugyanis Orbán néhány gyors grimasszal letudta a reakciót, miután megtörtént ez szerdán Strasbourgban, ugyanis az akció során egy DK-s aktivista, egy bizonyos Gyekicki Márton beugrott a miniszterelnök elé, ugyanis a sajtótájékoztatót tartott Strasbourgban az Európa Parlament vitanapja előtt. A miniszterelnök már beszélt, amikor a férfi berohant a sajtóterembe, játékpénzt szólt Orbán elé, közben pedig ordította, hogy miniszterelnök úr, mennyit árult el a hazát? Ez a jó cringe jellegű hanghordozással. De ezzel kapcsolatban hagyd tegyem hozzá, hogy azért valódi pénzt nem pazarolt eme performance-ra, hanem úgy volt vele, hogy a gazdálkodj okosanból, pár ilyen jó Szent Istvánt áldoz be erre, mert úgy volt, hogy vérrel, vér és arannyal fog fizetni, és ő ebből azt mondta, hogy arannyal inkább nem. Hát azzal sem inkább, meg vérrel sem. A férfit a biztonságiak szinte azonnal földre vitték, majd kicipelték a teremből, ő közben is kiabált, Orbán itt reagált, hogy a magyar egy nagyon direktív nyelv, de annyit mondunk egy politikusra, hogy gazember, az csak azt jelenti, hogy nem értünk vele egyet. Gazember, de hát már bocsánat, hát nem azt mondta, hogy gazember, azt mondta, hogy hazaáruló, tehát itt azért most azért a két szó között nem ugyanaz a kijelentés van, meg súly, mert végülis, ha azt mondjuk nyelvészkedve szakszerűtlenül, a gazember a szalonképes szavaink közül azért az egyik legerősebb kifejezése, tehát az az a fajta szó, amikor már elmész úgy a fadig, hogy nem mondasz káromkodást, de nagyon-nagyon lesújtó és nagyon-nagyon sértő véleménnyel vagy valakivel. Tehát azért a gazember szó, de meg a hazaáruló szó nem ugyanaz. De azért én szeretnék ezzel kicsit nyelvészkedni, mert a gazembert az igaz embertől csupán egy i betű választja el, úgyhogy azért nem mindegy, hogy milyen szó után vigyezted a gazembert, mert ilyen végződő szó után könnyen igaz emberként tudsz magad előtt megigazolni. Nem biztos, hogy jó választás, én se tudom kimondani. De én azt látom amúgy az Orbán Viktor esetében, hogy egy kicsit kibontakozzak. Meg megilletődött, igen. De hogy nekem a nagy kedvencem az, amikor az Orbán Viktort megkérdezik arról, hogy amikor a Magyar Péter ügy volt, és akkor ott mondja, hogy na, mondjak fiúk így messziről, és mondja, hogy ő nem foglalkozik szappanoperákkal, meg sorozatokkal, ott teszek. Meg nőügyekkel, igazából semmivel nem foglalkozik. Imádtam, hogy úgy, hogy sorozatokkal, filmekkel nem foglalkozom, ott kellett volna megjelennem, mint a sávval szemben, mint még akkor közügyekkel és politikával nem foglalkozó ex-kritikus csatorna, hogy azzal én foglalkozom. De amúgy ezekben a gyors ilyen riposztokban jó. Tehát szerintem amúgy, hogy elsőre kicsit megilletődött, de jól reagálta le ezt a helyzetet, szerintem rohadt jól csinálta. Tehát az a fanyar, cinikus mosoly, ő neki az, amik itt történnek, na az az igazi muníció. Ebbe Orbán Viktor nagyon erős. Szerintem. Igen, ez tagadhatatlan amúgy tényleg, így ha van valami, ami erősség a kommunikációban, azok a csípőből való visszareagálások, oltások. Igen, tehát annak ellenére, hogy mondom, nagyon sok mindennel nem értünk egyet azzal, amit képvisel, meg van a magunk kritikája, és egyeseknek sérelmei is vele szemben. Az tény, hogy mint politikai aktor, hogyha egy kicsit, hogy is mondjam, túlkorosabb, másfajta dinamikába került át így az új kihívói mellett, azért az öregben bőven van még kakaó, tehát nem kell temetni itt Orbán Viktort egy percig sem, szerintem. Én nekem nagyon tetszett az a pillanat, amikor azt láttam az Orbán szemében, hogy tudod, így felismeri a helyzetet, és az a félcinikus mosoly, hogy hú, már megint mekkora öngolt lőtt a DK, nem tudod, hogy de, tehát a DK-ba azt imádom ebben a nemtelen háborúban, hogy ők úgy mennek
kék MSZP. Pankráció színterére, hogy előtte kiütik magukat az öltözőben, nem? Tehát, hogy tudod, hogy árnyékban... Tökönlövik magukat párba jelölt gyakorlatilag. Ki se húzzák a pisztolyt, és érted, már a vénájában ott van a golyó, érted? Tudod, elképzelem, ahogyan két varga... Két varga? Két varga elmondja, hogy nos, így kell árnyék boxolni, megmutatom, fiúk. És közben kiüti magát egy parasztal. Csináljuk meg. Fú, hihetetlen tehetségtelnek, és ezek azok a fajta akciók és pillanatok, amivel szerintem sokkal többet segítenek a fennálló hatalomnak a betonozása, mint a könyörögnének, hogy itt még meg tudnám szilárdítani ezt a kis házfalat. Lehetek minél jobb támfal a mai napig, vagy a mai napon is, még igen, jobb, mint ahogy eddig is. Amit tudni kell, hogy Gyekicki Mártonról, hogy a DK ifjúsági szervezetének a tagja, Köcsén is ott volt, amikor Orbán Viktor bevonult, akkor is játékpénz szólt a miniszter elé. A fiatal DK-s politikus édesapja... Mennyi játékpénze van ennek? Figyelj, ezt most nyomtathatod, érted? Most ennyire igazából, hogyha a dédpapának a padlásáról lehozott, mivel neki dédpapa, mert 19 éves a gyerek, úristen, de öregnek érzem magamat, ő lehozza a Bill Pengőt, tehát a 46-os hiperinfláció keretében, azt lehet dobálni kávé. Rögették az utcán. De én azt imádom ebben a játékpénzben, hogy ott nem emeli a tétet, nem? Tehát, hogy engem érdekelne, hogy mekkora címleteket szól rá, hogy először mekkora volt, hogy tényleg millpengő, vagy forint. Mi játékpénz, de vegyük azt is komolyan. Mint az ismert amerikai társasjátékok, az NBA, Milton Bradley-nek, tudod, mindegyiknek ugyanaz volt. Mindegyik játékban az a szakállas bajszos sávó berakva, tudom, így a tételekben. Szóval, tehát visszatérve amúgy a fiatal DK-s politikus apja 2020-ban 62 évesen elhunyt Gyekicki András szociológus, egykori SZDSZ-es politikus. Gyekicki András 1990-ig a Bibó szakkollégium igazgatójaként a Fidesz akkori vezetőivel szoros kapcsolatban állt, de szakértőként a másik liberális pártban, az SZDSZ-ben kezdett el tevékenykedni. Na, és itt azért akarok erre reflektálni, meg azért is akartam ezt külön kiemelni, ugyanis ha van, ami súlytalanítja a DK-t, mint komolyan vehető ellenzéki erő, és inkább azt a fajta szerepet, meg feltevést erősíti meg bennük, hogy ők inkább ő felsége, háztáji ellenzéke, és ebből kifolyólag hasznosabb Gyurcsány Ferenc személye a rácsokon kívül, imádom, mint a rácsokon belül. Egy kicsit olyan, mint mikor birkáidra otthon kinézel, nem olyan, hogy de szépen gyarabodik a lyuk. Juhú, de szépek! Juhú, de szépek! De tényleg így ilyen szempontból érted, mint ezzel átkötnék amúgy az EP parlamenti vitához is, ugyanis folytatódott a dolog azzal, hogy, vagy hát folytatódott tovább a plenáris ülés, hogy Orbán Viktor megtartotta, mint az Európai Unió soros elnökének a pozícióját betöltő személy, elmondta a programját, és gyakorlatilag ilyen szempontból az eddigiekhez képest, különösen a 2011-es legutóbbi soros elnökséggel összehasonlítva, egy sokkal, de sokkal másabb dinamikájú és hangvételű EP-s felszólásokat hallhattunk, és azért akartam ezt így összekötni, ugyanis Dobrev Klára is felszólalt, még mielőtt az összes többi felszólót megemlítenénk itt soron kívül összekapcsolva Gyekicki Mártonnal. Úgy mondjad, hogy soros kívül. Soros kívül. Úgy jobban értem. Soroson kívül. Soroson kívül. Én ebből értek. Tudod nagyon jól, hogy miből értek. A pénzből és a parancsokból. És az egyéb utasításokból. És az egyéb utasításokból, csak jó helyről jöjjön. Meg sugározza be az antennát. És a lényeg az, hogy gyakorlatilag ott a Dobrev Klára is kiállt, előadta ugyanazt a fajta ocsmány, közönséges, leegyszerűsített kritikáját a kormánnyal szemben, mint amit a drága jó férje szokott előadni. Én szoktam Dobrev Klárát a gender gyújtságnak is mondani, mert gyakorlatilag végül is az. Én úgy tudom elképzelni, de úgy, hogy elhatárolódom tőled is, meg most magamtól is, amit mondani fogok, hogy én egy olyan posztert akartam, mint régen a Terminátornak, tudod, hogy így a fél feje lejön. Tudom, igen, és a Gyurcsány fél feje, ahogy lejön, alatta van Dobrev. Ne, Dobrev Klára és alatt van Gyurcsány. Alatta van Gyurcsány. A DK az Dobrev Klára gyakorlatilag. Ja, volt ez az élő szövet a halott fémvázon? Vagy... Nagyon szarul nézett ki. Néztem amúgy az összefoglalót. Ajánlom nektek is, a Euronews-on van egy pár perces rövid összefoglaló, így a fontosan megszólítókat
plusz Orbán Viktor reakcióit megemlítik a plenáris ülésen. Klára kurva szarul nézett ki, már most bocsánat, ne haragudjatok, hát nem az, akarom ezt minősíteni. Nem, ez nem erről szól, hanem tényleg olyan lett volna szerencsétlen, mint hogyha nem adott volna 3 vagy 4 nappal az előtt. Van olyan, hogy az ember felkészül a munkájára, végzi azt, van, hogy álmatlanul én is készülök a basicre, nem tudok aludni, mert hát ugye utána olvasol te helyettem, azért nem olyan könnyű elmondani, hogy mit olvassál el helyettem, ugye ez egy komoly munkahely, az, hogy ő most komolyan veszi a munkáját, és neked ez nem tetszik, mert te most te ott nem lehetsz a Soros, erről én nem tehetek. Jó, hát most figyelj, na, oké, mea culpa, szegény Klára, kiteszi a lelkét a férjével együtt a nemzet megmentéséért. De érted, utána teljesen jól, mert amúgy Orbán... Egyébként ez a műsor, ez vazeg, ez nem a kormány ellenes, ez két Vargára ér. Két Varga. Ismét, csak hogyha valaki nem tudja, két Varga néven írt a Kereszt halála címmel. Álnéven, nézzétek meg, korábbi vészikbe beszélgetünk róla. A múlt heti adásban. Hát én attól teljes mértékben készültem. Fú, milyen jó lenne, együtt írnának valamit. Egyébként Klára valamilyen szempontból tök profi, tehát hogy sok dolgot profint csinál, de nekem sem a szívem csücske, de hát ilyen ez a két Varga világa. Azért is hoztam őt fel, ugyanis a felszólásában kritizálta Orbán Viktort azért, hogy mennyire jó és szoros viszonyt ápol Vlagyimir Putyinnal, meg más keleti, Xi Jinping, a kínai pártfőtitkár és stb. Ilyen jellegű figurákkal, és itt teljesen joggal vágott vissza az Orbán, hogy hát ne haragudjon, hát a maga férje 2007-2008-ban fogadta a saját házában Vlagyimirt, úgy nézett rá Ferenc a Vlagyimirra akkor azokon a képeken, mint a feszületre, együtt járták a csárdást. A keresztfeszület? A keresztfeszületre, a kereszthaláról, így a könyvbe utalva. De tényleg, az a legnegdíjesebb, új értelmet ad nekem a feszültség fogalom, így innentől kezdve. És mondom, együtt járták a csárdást a debreceni a debreceni virágkarnevál kerületében. Világ, de ahogy előadták, az világkarnevál. Hát az arra volt érdemes, érted? És így teljesen de jogosan... De az arra lehetne mondani, hogy együtt járták a csámpást. A csámpást! De amúgy ez egy teljesen jogos visszavágás amúgy a Viktor részéről, független attól, hogy ő mennyire mélyült el a drága jó Vlagyimirünkkel a kettőjük kapcsolatában. De akkor is itt, ez az egyik példája annak, hogy mitől hiteltelen, jó, és mennyire egy kiábrándult, kiüresedett ellenzéki pozíciót tölt be a DK. Ha valaki vendégül lát valakit, és utána tudja, hogy kiből kell kiábrándulni, nehogy már az ne tudja jobban, aki vendégül lát. Az egy másik Putyin, az ezzel szoktak védekezni. Igen, amúgy a Fletóék. Igen. Az még nem akkor volt. Igen, az nem olyan volt. Nem a KGG-s ex-ügynökkel beszéltem akkor. Nem, hát meg tudod, te láttad vendégül a tyúkhúslevesed, levette, te jártad-e vele a csárdást, ő már... Te vittél neki a Totó kutyát ajándékba, érted? Kapott ajándék kutyát is amúgy a Vlagyimir a Fletótól. Egy ilyen fekete puli kutyát adott neki. De hogy kézzel lehet ezt is ennyivel ízléstelenebből csinálni? Tehát nem olyan, hogy én értem ezt a fajta kritikát az Orbán Viktorral szemben, de azért valahogy ez a Fletóban az a gyönyörű, hogy még ezt a fajta segnyalást is annyival talajszint alatt tudja művelni, hogy ehhez képest Orbán Viktorra nem tudok nem fölfelé tekinteni. Hát igen, viszont ettől függetlenül magára rátérve az ülésre, és most direkt ez is akartam külön kivesézni a DK-t és Dobrev Klárát, mint már szerintem súlytalanná váló és jelentéktelenedő ellenzéki erőt, ugyanis a nagyobb konfliktus alapvetően a bizottság elnöke, az Ursula von der Leyen, valamint a néppárt, aki a legnagyobb frakciónak a vezetője, tehát legnagyobb frakcióval rendelkező pártcsalád, Manfred Weber és Orbán Viktor közötti konfliktus volt amúgy, ami meghatározó volt az LP-ben, de azon kívül persze, hogy ha már hazai vonatkozás, Magyar Péter is megjelent a szintéren, ugyanis tekintettel arra, hogy általában ezek a soros elnökségi megbeszélések úgy szoktak működni, hogy az adott soros elnök a rotáció keretében a különböző tagállamok közül, a 27 tagállam közül kerül ki, mert rendszerűen legutoljára 2011-ben töltötte be Magyarország ezt a pozíciót, ismertetik az LP-ben a saját álláspontjukat, a saját programjukat, és arra reflektálnak alapvetően, de itt most az volt egy
nagy katartikus elmozdulás és paradigmaváltás, hogy nem magára a program reflektáltak, mert ahogy Orbán Viktor elmondta a bevezető beszédében, hogy a migráció ellen kell fellépni, hogy Európának mindenképpen találnia kell egyfajta új ritmust, amivel a gazdasági növekedést meg tudják nyomni. Hibának tartotta azt, hogy az orosz energiahordozókról levált Európa, ugyanis ezzel a versenyképességét vesztette el, és ehhez képest alapvetően mind a von der Leyen, mind a Weber, mind pedig, hát végülis adja magát, Magyar Péter is alapvetően inkább a hazai és a magyarországi viszonyokra utalt és szeretett, akarták volna kritizálni. A von der Leyen például a migráció kapcsán így visszafordította a beszélgetést, és mondta azt neki, hogy hát de hát ne haragudjanak, hát nem Magyarország volt az, akik tavaly elengedtek több mint 2000 ember csempészt, érted? Tehát így, és akkor így hogyan küzdünk a migráció ellen? Másnak segítve van, hogy a szlovákiai kampányt. Erről az ember csempészről mindig a csempéző, tudod? Ember csempéző. Tudod azt, hogy én hány csempézőt engedtem útjára, akik rosszul végezték nálam a munkát. Hát azt, hogy most egy betűt elnéztek, hát van ilyen igaz ember, gaz ember, hát egy-két. Most én is azt mondom, rosszul csempésztek ki a konyhámat, hát csak nem ítélem érte haza. De többfüggetlenül azért nyugosan fordította vissza. Egyedül, ami igazán cringe-nek éreztem az európai vezetőktől, az a Weber beszéde volt, mert a Weber fogalmazott meg amúgy kemény kritikákat Orbán Viktorral szemben, de nagyon-nagyon áttolta és egyértelművé tette azt, hogy ezerszer inkább a Magyar Pétert tartaná ildomos magyar vezetőnek, kvázi egy kampánybeszédet nyomott le, mert az összes többi kritika, most nem akarom felsorolni az összeset, mind a bal, mind a szocdem, mind a zöldek, mind a néppárt különböző képviselőitől jött jogos, a többek által és általunk is már szajkózott kritikákat fogalmazták meg a magyar kormánnyal szemben, akár az orosz barátság kapcsán, akár a gazdasági problémák kapcsán, akár a nem működő magyar állami szolgáltatások kapcsán, de a Weber volt az, aki szerintem eltolta egy kicsit ilyen cringe irányba azzal, hogy ő egyértelműen egy full nyílt kampánybeszédet mondott a Magyar Péter mellett, azt mondta, hogy akkor magát le fogják váltani 2026-ban. Hát olyan, ez messzebbre vonatkozik. Weber-ersz! Messzebbre vitte és szállította a szavakat. Weber-ersz! Pusztító szói! Én ezért ülök itt. Ezért ülök itt. A vadász. A vadász, baszdmeg. A cél keresztül. Te, mint a kis őzgida, legelgetsz itt a politika mezőjét. Én meg csak egyszer várom a megfelelő pillanatot, ahogyan Pilinszky mondta, hogy az ember úgy vár az ikletre, mint a vadász az áldozatra a cél keresztül. Én csak így itt ülök, és hát vesézek. Hogy és ugye... átlényegülök. Átlényegülök. Amúgy... De térjünk már rá ezért Platónra, Magyar Petire, ahogy én hívom. Magyar Platón Péter is feltette amúgy a kérdését. Hungarian Platón. De tényleg Peter Hungarian, igen, szó szerint fordítva. Vannak már a csávonok a neve is determinálja arra, hogy mit csináljon amúgy. Na mindegy, a lényeg az, hogy Magyar is feltette a kérdését, ugyanis ez volt az első egyik olyan alkalom, hogy nyíltan tudott konfrontálódni Orbán Viktorral, mint az új kihívója. Magyar Péter a legnagyobb magyarországi ellenzéki párt, a Tisza párt vezetője is keményen fogalmazott az Euronews-nak adott interjújában. Igaz, ez nem a felszólaláshoz tartozó megjegyzése volt, de a lényegét tekintve ugyanazt ő megismételte. Azt mondta, örül, hogy ez a vita létrejött, és szemtől szemben kérhettem Orbán Viktor miniszterelnököt, és feltettem neki sok millió ember képviselőjében azokat a kérdéseket, amelyek valójában érdeklik a magyar embereket. Példaként említette az egészségügy és az oktatás helyzetét, az összeomló magyar költségvetést, a befagyasztott uniós forrásokat, a korrupciót, az 56-os forradalmat és az alapvető értékeket. Ugyanakkor sajnálatát fejeztett ki, hogy hogy válaszok nem érkeztek, megerősítette, hogy amennyiben Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, azonnal megkéri az Európa Parlamentet, hogy függesszék fel a mentelmi jogát a magyar legfőbb ügyész Polt Péter kérésének megfelelően az ellene Magyarországon folyó mobilos eltulajdonítási eljárás miatt. Ezt az ajánlatomat azonban valamiért Orbán Viktor nem fogadta, eljegyezte meg. Hangsúlyozta, hogy az uniós intézmények felől érkező kritikák sosem a magyar nép, hanem mindig a magyar kormány ellen irányulnak. Ezt talán amúgy az utóbbi mondatát alátámasztja a többi felszólaló is, ugyanis mind Weber, mind Ursula, mind pedig más EP képviselők kiszóltak, szóltak közvetlen a magyar állampolgárokhoz is,
és vontak egyfajta distinkciót a kritikájukat, illetve hogy mi az, amit a Magyarország kormányának szánnak, és mi az, amit elsősorban üzenetként a magyar választók felé szeretnének, vagy a magyar állampolgárok felé szeretnének közvetíteni. De arról mondjuk neked... azért volt Petinek is cringe a vége, de azt mindjárt nem akarom belé folytani a szót. Nem, csak úgy pont azt akarom tőled kérdezni, hogy egyébként Platón esetében, mert én már csak így fogom. Platónban? Ez azért eléggé méltatlan szegény Platónra néz. Magyar nem, Péter húzott, hát basz. A kurva ilyen. Szerencsére nem tudom, hogy van-e sírja, de az biztos, hogy 180 vagy 360 fokban forgalom most érteni. De nem, hát az, hogy most Platón idáig jutott, hogy vele kötődik össze, mint Puzsér Róberttel, a metafizika szerzője is a másik fronton, van ilyen, ugye, hogy meddig jutsz el az életben, mert ő egy ilyen Platónról beszélt állandóan, és engem így megihletett, hogy Platónnak hívjam én is őt. Szóval, hogy egyébként az, hogy ő mint a szónokok szónoka ezt az eseményt erre a személyes belpolitikai dobálózásra használja föl, ez egy elszalasztott lehetőség, vagy ez erre való? Hát figyelj, most én néztem utána amúgy, a Euronews-nak volt egy hosszabb összefoglalója amúgy a vitáról, ott többek között nem, rosszul mondtam, a 444-nek volt egy videós beszámolója, ott például kérdezték a Tar Zoltánt is, aki szintén LP képviselőként a Tisza párt listáján helyet kapott a Kulya Andrással együtt is, meg a többi 10 darab Tisza pártos képviselővel, hogy gyakorlatilag eljutottunk arra a szintre, hogy a hazai körülmények között, a hazai belpolitikai kérdésekre, kihívásokra nem lehet itthon gyakorlatilag választ adni, ugyanis az elmúlt hát 4,5 évben, különösen amióta a Covid kijött, és különösen azóta, hogy a rendeleti kormányzást hol a Covidra, hol pedig a háborúra hivatkozva fenntartják, az országgyűlés gyakorlatilag egy ilyen igazi sóhivatalá degradálódott. Egyrészt az, hogy ott van ez a... valahol a politikai kommunikáción, meg a nem kommunikáció igazából ennek a csődje, nem? Hogy el kell menni egy olyan, mint hogyha... Nemzetközi frontra, igen. Tehát, hogy meg kell várni egy olyan frontot, hogy na most itt talán tudok neked kérdezni, meg ezen keresztül, hogy mire használom föl a felszólalási időmet, mint amikor tudod valaki az M1-en kap egy percet. Egy percet, vagy ötöt mondjuk 4 évente. Igen, és akkor, hogy itt van egy olyan platform, ahol föl lehet tenni egymásnak a kérdéseket. Hozzáteszem, hogy utána azért a reakció sem utolsó, amelyet a fantasztikus propaganda TV is leadott. Szerintem megfogták, ugyanúgy, mint Magyar Péter is, a leglényegét a dolgoknak. De még mondd el, hogy mi volt, ami szerinted kicsit kellemetlen volt, mert szeretnék a fogdosásra rátérni, mert az igazából az én asztalom. Hát nekem ami alapvetően... Mint szakértő! Mint szakértő! A fogdosás tekintetében, mint izé szakavatott szakértő, értem. Jó. Hát figyelj, Gábor, végül is, amit én cringe-nek tartom... Az azt mondják, hogy ez már szakértő is kell. Rosszabb pillanatokban, ugye? De hát majd megtudjátok. Mindent a maga idejében. De alapvetően én azt tartom, hogy amiket felsorolt, tehát amiket unalomig ismerünk másfajta podcastekből, hírekből, most nem kell elmondanom nektek, hogy egészségügy, közlekedésnek a nem működése, oktatás, stb. Visszatérő rigmusok, panelek, ezt amúgy a maga megfelelő, jól prezentált időkeretén belül Magyar Péter amúgy joggal célozta és szembesítette ezzel Orbán Viktor. De a legvégén az a cringe, ahogy na, hát ez vége van miniszterelnökkor. Itt le lehetett volna zárni amúgy a retorikailag a mondatát, és mondta, hogy feltámadt a népek tengere. Ők vannak szában, mondom, a bazd meg, ahogy én néztem, mondom, faszom, ha akarsz te, Péter, hogyha akarsz bármilyen fajta megújulást hozni, akkor ne a cringe-be vidd el. Én értem, hogy sok emberhez kell szólnod, én értem azt, hogy minél szélesebb közönséget akarsz lefedni, de az meg önmagában néha csak elég elmondani a tényeket, és nem pedig még rámenni még ezt, hogy népek tengere feltámadod, bazd meg, így olyan kínos volt, Platon, nagyon kínos volt, bazd meg. Még Platontól mit bírtam. Platontól? Azt bírtam, amikor Magyar P., Magyar Platón. Magyar MP, az empirikus. Machine pistol. Számon kérte, hogy ki mikor óhajt nyaralni, meg a házassági végfordulóját ünnepelni, hogy úgy mondjam, az is egy remek. A Szöldösi Györgyiről beszélsz, igaz? Pontosan tudod, hogy nem úgy van az, hogy te nyaralgatsz, tudod. Mert én most éppen
reformer vagyok, úgyhogy ma úgy döntöttem, hogy ma váltjuk meg a világot, zombi, mi van? Hát tudod, úgy elmennék a 20. Bocs, másnapos vagyok, nem érek rá. Házasság, az kurva jó öreg, akkor hozod magadat ide mellém, és nyomod a frankot. Nem, amúgy igen, hogy értsetek, a Györgyinek bejelentette, hogy elmegy nyaralni a 30. házassági évfordulója alkalmából a férjével, és Péter szóvá tette ezt, azt hiszem valamilyen vagy riport, vagy reakció hiánya kapcsán volt az, hogy ezt így nem érti, hogyha már itt ilyen nagy közösségi változások vannak. Lehet, hogy amúgy téves, amit mondunk, vagy ennek azért utána kéne nézni, de erre emlékszem konkrétan, hogy pont a Szőlősi Györgyi volt a témája ennek, valamint az ő házassági évfordulója kapcsán volt ez a megjegyzés. Nem, itt tényleg már azért nagyon megkaptuk itt, hogy mi mennyire a szekértolói vagyunk ennek a figurának. Hát ugye én megjegyeztem Combinak is, hogy hát amilyen a nemzet, olyan a messiása, és hát ugye jobb hián ezt sikerült kitermelni, hogy úgy mondjam, de... Nagy dicsőség, tegyük hozzá. Fantasztikus, tehát azért. Tudod, ez a mi sehova nem fogunk kelleni. De hát ez van. Hát sárkány ellen sárkányfű bassza meg erre, ezt tudom mondani. Igen. Viszont ugye, hogy Bájarc, aki követi régebb óta a Basic-et, az tudhatja, hogy van hát egy általunk megteremtett mém figura, aki egyben valóságos is, ugye Bájarc, aki nem más, mint Bájár Zsolt, akitől én egyébként rettegek, de már egyre bátrabban húzogatom az oroszlán bajszát, hogy úgy mondjam, nem sokára lefogja. De csak már az is, hogy hát ránk figyelne egyszer. Igen, bárcsak ő figyelne ránk, de hát oda még hosszú az út. Ugye megfogták ennek a történetnek a leglényegét, ahogyan Magyar Péter is rátapintott. Na ez nagyobb cringe, mint Petinek a teljesítménye, amit tegyük hozzá. Egyszerűen az történt, hogy ezekben a slim fit ingekben és slim fit nadrágokban, amelyekben ugye mi magunk a termetünknél fogva nem feltétlenül mutatunk a legelőnyösebben. Nem, se tudom próbálni, megkérdezem, hogy adj bármilyet, az rajtam slim fit. Adj a méretemben, rajtam a slim fit lesz. Tehát mikor fölölti az ember MS slim fit göncöket, nem kell hozzá Lakatos Mártól segítséget kérni, hogy ugye ez bizonyos helyeken tud szorítani. És hát egyértelmű... Feszülni, tapadni, kidomborítani a leglényeget, és hát előfordul, hogy az emberen ugye ezek feszülnek, és hogyha ez egy rossz alsó neművel van kombinálva, melyben mondjuk a műszálaknak a szövet szaporulata mondjuk és nagyobb, az irritációja felületre kifejtve. Ki tud váltani, akkor előfordul egy Michael Jacksoni move-val, mert ugye Michael Jackson ugye a fallosz igazítását ugye úgy építette be, hogy táncmozdulatnak álcázta, de én hittem, hogy az egész karrierjében egyszer vennének neki egy tiszta alsót, akkor kevésbé lennének ilyen hülye hangok és ilyen szartánc. Ezzel ugye most már mindenkit magamra haragítottam. Bocsánatot kérek Karameltől, mint Michael Jackson rajongótól, de ezt egyszer el akartam mondani, és én hiszek abban, hogy az a frottier zokni azzal a fekete lakcipővel is egy teljes tévedés volt. Az én voltam, amikor általános iskolai fotózásra így mentem el, de ez azért volt... Jackónak öltöztél? Nem, hanem egyszerűen csak a fehér zokni volt tiszta. Az úgynevezett testnevelés csomagomban az volt, én is fölvettem így, de próbáltam nem látszó módon viselni ezt, de nem gondoltam volna ezt, hogy ezzel arénákat kéne megtölteni ezzel a viselettel, de mindemellé igazából az a hús szeleteléshez használt védőkesztyű volt a Michael Jackson mélypont, de mindegy, ismeritek azt, nem? Az a lánc. Igen, az a gyöngyökkel díszített fehér kesztyűje. Na mindegy, szóval ez ilyen személyes traumám, és ezzel kötöm át, mert a poszttrauma, Bájár Zsolt írta, Magyar Nemzetem, Bájarc, egy készfogás mélylélektanáról. Magyar Péter minden skrupulus nélkül kezet nyújtotta nála idősebb Orbán Viktornak. Már a sumerok is kezet fogtak 3000 évvel ezelőtt, s ők is jobb kézzel, mert a férfi általában jobb kezében fogta a fegyvert. És a jobb kézzel történő készfogás azt jelzte, fegyvertelen vagyok, békés szándékkal jöttem. A hazai kultúrkörben az is fontos, hogy amikor kezet fogunk valakivel, nézünk a szemébe, bár szerintem ez máshol is így van. És persze van még sok-sok dolog, amit illik tudni. Én például 6 éves forma kisfiú lehettem, amikor apámmal mentünk a munkahelyére, ritka ünnep volt nekem az ilyesmi, boldogan és elfogódottan meneteltem apám mellett.
És amikor megérkeztünk, apám kezet fogott mindenkivel, és amikor az első kollégája felén fordult, hogy hát én ki vagyok, a látottak alapján büszkén, bár megilletődve nyújtottam a kezem felé, hogy hát akkor én is itt vagyok, és én is kezet rázok a nagyokkal. Apám pedig legugolt mellém, és nyugodt határozottsággal ennyit mondott. Kisfiam, jegyezd meg egy életre, nálad idősebb embernek és nőnek soha nem nyújtasz előre kezet, hanem megvárod, amíg ő nyújtja a kezét, és akkor illedelmesen elfogadod a kézfogást. És ha kezet fogsz valakivel, akkor a szemébe nézel, és a kezed soha ne legyen döglött hal, mert csak a rongyem, ezt ilyen bájeresen, mert csak a rongyemberek, a férfiatlan férfiak keze puha, és erőtlen kézfogáskor, mint az ilyen sávval szemben féle, propagandista, baloldali szennyes orosista. Ez egyszerűen undorító, megjegyezted, és én megjegyeztem, megjegyzi az ember az ilyesmét 6 éves forma korában. Viszont arról nem szólt semmit az apám, hogy úgy általában, vagy éppen készfogás előtt fogtuk-e matatni, igazgatni a farkunkat, és hogy illik-e ilyesmit csinálni, és erről eszembe jutott Két Varga regénye, ahol ugye ő is matatta a dorongot, ha emlékszel. A műtyűrőmet, vagy a műtyűrőmet fogdostam, ami ilyesmit írt a kispap nevében, drága jó felszünk. És ott is volt egy ilyen matatás a regényében. Tehát itt azért összeérnek a szálak, nem beszélt erről az apám, valószínűleg azért, mert nem jutott eszébe, hogy erről egyáltalán szót kell ejteni. És folytatódik tovább Bályás Zsolt írása, ideig muszáj volt, hogy megosszam veletek, mert szenzációs az öreg. Tehát bármennyire is tartunk tőle, és rettegen folyamatosan Bályás Zsoltot, de ez, hogy nem látta az öreg értelmét ennél részletesebben kitérni, nem gondolta, hogy felmerül valakiben eme alpár is. Istenem. Még van egy szekció, amit mondott, ami miatt különösen így ezt a felvezetést megadjuk. Ezt kijelöltem neked, ahogy mondja, bajeresen te tudod jól utánozni mindezt. Ja. Mindezt azért tartottam fontosnak elmesélni, mert az európai parlamentben kezet fogott egymással a magyar miniszterelnök és magyar Péter, ez a kisenki házi. És ez a minden történelmiséget nélkülöző kézfogás úgy történt, hogy Magyar Péter miközben ácsorgott Orbán Viktor mögött, félreérthetetlenül babrálni kezdte a micsodáját. Hát ez... Ja, így olvastam volna fel, sose jutunk el a végére. Tudom, de ezt az idézetet, ha már így ő maga is külön kiemelte, ez így az egyed az maradt, ami egy fusztrált, kisebbségi komplexusos, agresszív sziópat a kis pöcs, aki képtelen normálisan civilizált ember és férfi módjára selkedni. Egy büdös bunkó, mondhatnánk egyszerű. Büdös bunkó. Arról van szó, hogy függetlenül attól, hogy mennyire nemtelen leszámolásról is beszélünk, de valahogyan vannak emberek... Amúgy élvezetes tegyük hozzá. Igen, nagyon szeretjük Bajernek az írásait. Tehát, hogy nem is értünk vele egyet, nagyon szórakoztatóak. Nem, tehát tényleg itt van egy olyan figura Bájer Zsolt esetében, akinek vitathatatlanul van tehetsége az íráshoz, mert az a maró cinizmus és gúny, és ez az, hogy van egy... tudod, lehetne azt mondani, hogy tényleg egy kicsit prostó dolog így a micsodádat igazgatni, de azért ilyenkor lehetnénk toleránsak emiatt, hogy basszus, most ott azt megigazítottan, ami van benne. Tehát úgy lehetnénk nagyvonalúbbak. De ezt így kiragadni, felnagyítani a végtelenségig, és utána ezzel így leszámolni. Az egész sajtóban megfuttatva, hát amikor a Gönczi Gergely a tényekben, Gönczi Gábor a tényekben ezt főhírként beolvassa, és a Deák Dánielt felhívja telefonon, mint szakértőt, hogy hát igen, látszott, hogy miközben Orbán Viktor beszélt mögötte, pár sorral odébb ott állt Magyar Péter, és látszott, hogy a nadrág a zsebében nyúlogatott. Ide jutottunk, ez a politika, ez a lényegi mondani való, hogy ki hogyan igazgatja a faszát a szűk gatyában. De most komolyan, ez kurva szállás! De én azt írom,
De ahogyan mondottam volt, úgy érzem, hogy az ablakzsiráfban, hogyha az ablakzsiráfban szeretném a korrekt újságírásnak egy szemelvényt szentelni, ott ugye Bohár Dániel és Deák Dániel arcképe kéne, hogy szerepeljen, nekem az, hogy a független szakértő személyében Deák Dániel telefonja, valakinek ez így van beírva a telójába, hogy független szakértő Deák Dániel, ott abban az esetben egy ilyen, tudod, egy fekete lyuk képződik, ahogy beírod. Hogy odalapozol, érted, eltűnik a szócik. Igen, nem tudod, hogy szeretnék följönni egy független szakértőt, kérem, kapcsolja Deák Dánielt, és csak egy sípoló hangot hallasz. Vagy teljes mint a statikus csöndet. Mint a lángolierek, mikor felzabálták a Stephen King regényben. Fú, az a film, azt a kurva az a film. Na mindegy, tudom, miről beszélsz, amikor a múltat így gyakorlatilag igen, így zabálják fel. Ez valami elképesztő prostóság, ami itt történt. És az egész jobboldali sajton ez futott végig, mint karaktergyilkosság, hogy Peti a faszát fogdosta, hogyha most így nagyon közvetlen és közönséges akarok lenni gyakorlatilag. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy olyan európai, magas röptű irodalmi minőségben fejtsen ki kritikát. Úgyhogy ezért bírom. Szerintem amúgy... Az írás amúgy szórakoztatott. Amúgy tényleg nagyon jó, de az, hogy itt tartunk, hogy nem arra van a reakció, és nem arra reflektálunk, hogy ki mit mondott, ott volt-e a helye, mi volt abból, ami túlment egy határon, mi az, amire kéne tényleg reflektálni, van-e igazságtartalma. Hanem egy embert ilyen nemtelenül lekaraktergyilkolni, vagy karaktergyilkossági kísérletet végezni rajta, szerintem nagyon méltatlan. Ilyen érvénytelen szar tematikán belül. Ezt úgy mondd, ahogy szoktad. Érvénytelen szar. Ez az. Ez egyébként az. De hogy egy kicsit az érvénytelen vonalán ne tudjunk tovább menni, de jól átkötöttem, mert ez az én személyes kedvencem, és nagyon szerettem volna, hogy ez legyen a Vészikben. Így hangzik a következő hírünk. Benzinkutakon és hajléktalan szállókon is lesznek palack visszaváltók. 10 saját kutyán elindította a MOL próbaképpen a palack és üveg visszaváltást. Ha a kísérletbe jön, és látva az áruházakban lévő visszaváltóknál a sorokat, miért ne jönne be, más töltőállomásokra is telepíthetnek ilyen repontokat. Ezzel párhuzamosan a Népszava azt is megtudta, hogy a palack visszaváltásért felelős Mohu hajléktalan szállóra is telepít automatát. A lap úgy értesült, hogy elsőként egy kőbányai szállóról van szó, de a tapasztalatok kiértékelése után más éjszakai melegedők is szóba kerülhetnek. Különösen a budapesti palack visszaváltós automaták körül van káosz, amióta a MOL hulladékgazdálkodás ZRT a nyártól bevezett az új rendszert. Az automaták több helyen nem működnek, halmokban állnak a le nem adott palackok az automaták környékén, sokan pedig zsákokban hozzák az összegyűjtött palackokat, amik miatt hosszú sorok alakulnak ki. Több áruházlánc vizsgálja a lehetőséget, hogy az üzleteikben kívülre telepítsék az automatákat, mert a mostani rendszer az eladó terekben és még az üzletek előterében zavart okozott. A hajléktalan szállós kísérlet a Népszava szerint már arról szól, hogy a Mohu is látja, hogy az új visszaváltási rendszer előre nem látott társadalmi mozgásokat indított el, és az üzletek előterét és környékét nehéz sorsú emberek tömegei lepték el. Miközben azonban egyelőre egy szem hajléktalan szállóra letesznek egy automatát, mint kiderült, a rendőr 65 000 forint pénzbírsággal sújthatja azt, aki kikukáz egy kidobott palackot a szemetesből. Igen, az a maximális tétel. Hogy azt 50 forintért visszaváltsa. Az indoklás szerint, miután kukába kerül egy flakon, az már a hulladékgyűjtő cég tulajdona, emiatt a guberáló ellen eljárás indulhat, hiába járulna hozzá a visszaváltással a körforgásos gazdaság sokat hangsúlyozott céljaihoz. Na hát, könyörgöm. Ez az egész... Kaparom az arcom, geci. Szóval maga az, hogy én ezzel a reponttal hogy vagyok. Nekem most jelen pillanatban, mint hát nem annyira tehetős ember, ugye gyűjtöm, mert több kéne a Patreonra. Kérem a haverjaimtól, igaz, kidobod? Ugye nem? Mert hogyha a kukából veszem ki... Az már nem lehet egyikünk is. Azt kell mondani, hogy ez már itt a hulladékgyűjtőké. De az, hogy én ezzel szenvedek, és most a kocsimban már annyi van, hogy lassan én magam nem férek be a kocsimba, tehát hogyha valaki ellopja, az azt mondja, hogy nem a kocsim értékét nézi, mennyi palack!
Tehát már olyan, mintha arra egy rögökkel közlekednék, mert annyi kifogyott úgynevezett Coca-Cola-s flakon van hátul, hogy... Takarékkönyv és betétkönyvek. Abszolút, én ebben tartom a vagyonomat. Műanyag palackban. De hogy nekem azt tetszik ebben, hogy nem elég, hogy szerencsétlen hajléktalanoknak, és nem akarom elviccelni ezt a helyzetet, de hogy tényleg, hogyha valahol ennek az egész szar rendszernek, mert én emlékszem, hogy mikor bevezették, akkor azért nem az volt az 50 forintnál, hogy ezt én is úgy adtam nekik oda, mint ahogy ők nekem a visszajárót, hogy mondtam, hogy nem nyert. De ezt most hogy érti, uram? Hát most én ezt nem fizetem ki a plusz 50-et palackonként, mert visszafelé nem tudtad váltani egy csomó ideig. Így is nagyon problémás ez a rendszer, nagyon idegesítő, nagyon irritáló. Nem, mert az átmenet nem volt egyértelmű, mert ahogy be lett hozva, onnantól kezdve, meg sőt a mai napig így érvényes, ezt nektek is mondjuk így közszolgálati jelleggel, amin ott van az 50 forint és az a körül a két nyilvessző, ami egymásra mutat, így körszerűen. Mint a ying és yang. Ying és yang, pontosan, az váltható csak vissza, semmilyen más üveg. Erre legyetek szemmel. És nekem az a fajta, hogy igen, hogyha valaki ezt bevezeti, akkor tegyék lehetővé, hogy én ezt nagyon kényelmesen vissza tudjam váltani, mert nagyon kényelmesen kérik el az 50 forintot, és ez úgy lenne fair, hogy ahogyan mindenhol el tudják kérni az 50 forintot, ahol elkérik, ott nekik vissza kéne tudni adni. Na de, hogy hol nincsen ennek keresnivalója, azt hiszem, hogy barátok között is kimondhatjuk, hogy tán nem a hajléktalan szálló ez, de nem elég, hogy oda teszi. Nem elég, hogy ezt nem érzi, hogy tán nem kéne. És ellentmondásos. De már rögtön egy ilyen bunkós bottal álló rendőrt is mellé állít, hogy a rohadt hajléktalan... Na honnan van az a palack? Na az honnan van az a palack, öreg? Vagy éppen tetten érett szerencsétlen, mint könnyékig benne mászkál. Mi combit, mikor megtaláltam kinn a zöld kukába, hogy te mit csinálsz, és rendőrt is hívtam. Úgy hasznosítom. És mondaná, hogy persze ökológia mi, meg minden. A rendőr azonnal mondta, hogy combikám, hát akkor 65 ezerről indulunk. De várjunk, csak a rendszerben azt látom, hogy maga visszaeső. 90 ezer forint, igen, ugyanis, de ugyanis hogy értsétek, hogyha valakit már ezért szabálysértésben részesítettek, vagy eljárást indítottak ellene illegális hulladék újrahasznosításért, de akkor olyan, hogy a 65 ezer forinton felül 90 ezerre megbüntetik. Mondd ki még egyszer a tételt. 90 ezer forint. De nem az összeg, hanem a büntetésnek, hogy mi ennek a fogalma. Ja, tehát hogyha valaki visszaeső, hulladék eltulajdonító, érted? Tehát akkor gyakorlatilag, ha már egyszer megfogtak téged, és bekerültél a rendszerbe, vagy eljárást indítottak ellened, akkor te már visszaesőnek számítasz. De ezt most úgy adják elő, mintha valami nukleáris hulladékkal seftelnék valami. Vagy kőolaj mellékkel, vagy tudod, azok, aminek olyan lebomláson, hogy zsebedbe teszik, és meghalsz, tudod? Mint hogyha valami ilyen anyagokkal... Novicsok megtársai. Tehát érted? Tehát komolyan mondom, hogy nonsense az egész, és el tudom képzelni, ahogyan a visszaeső bűnözőként, mert mondjuk lejtem a palackot, beleesik a kukába, és onnantól maszkot kell, hogy fölvegyek, hogy kivegyem. Tehát nekem volt olyan, hogy véletlenül behelyeztem az egyik bevásárlóközpontba, a gyűjteménybe egy visszaválthatót, majd onnan kiemeltem, mondván, hogy basszus, ezen rajta van a jel, véletlenül kidobtam, az valójában bűncselekmény. Mert ahogyan, és azt kéne, én szeretném kikutatni, hogy hol van az a pont, hogy még ha hozzáér a kezem, mint a sakkban, tudod, ha megfogod a figurát, lépni kell vele, amíg a kezeim között van, és érintem a palackot, és már hozzáért a kukához, akkor még kié. Engem ez érdekel. Szerintem, ahogy elengeded, ahogy a kuka fölé helyezed a kezedet, és ahogy így az ujjaidat eltávolítod a tártól, és ha elkezd hullani. Oké, de beleüti magát a kuka szélébe, és kívülre pattan, és én vissza akarom dobni. Na azt én na, tudom. Na látod, erre vannak ezek a szabályok. Érted? Hogy el lehessen játszani, hogy de majd én akkor uralkodok feletted, mint rendőr, hogy hát bűncselekményt követtél el, barátom, elképzelem, de most kegyes leszek veled, 12 dühös ember, tudod, így levetítik, és akkor honnan indulunk bűnös, és be kell bizonyítani, és csak egy Jack Lemmon lesz, aki kiáll, érted. Így van, de legalább cserébe a Jack Lemmon még tényleg kiállt, érted. Viszont, hogyha most guberáltok, gyerekek, ne számítsatok semmi jóra. De tényleg ez amúgy maga ez, hogy betiltom, a
hulladékgyűjtőkből, tehát kukákból, más nyilvános közterületi hulladékgyűjtőkből a műanyag palackoknak a begyűjtését. De ezzel párhuzamosan létrehozok gyűjtőpontokat hajléktalan szállókon, ez annyira cinikus meg ellentmondó egymással. Tehát akkor érted, ez akkor hogy van? De mert amúgy ezt elmondta bátyám, a testvére mostanában többször volt alkalma futni a Margit szigeten, és mondta azt, hogy nincs műanyag szemét. Amióta behozták ezt az új szabályzást nyár óta, sokkal, de sokkal tisztább a sziget, nincsen eldobált műanyag szemét, műanyag palack, amúgy. Hát azért, úgy, mert ennyi értelme volt a dolognak. Úgynevezett maffia épült már ekköré, ja, amit ahogyan be akarják tenni a hajléktalan szállóba, már rögtön meg kell, mert olyat duzzaszt, egy olyan szervkereskedelmet megszégyenítő hálózat jönne rá létre, hogy meg a kódoló hálózat is. Képzeljétek el, hogy a hajléktalanok, mint az ilyen filmekben, ilyen Mad Max-i világban a repontautomata fölött átvett uralommal, ott már más szabályok vannak, ha oda megy be combika a kis 10 darab Pepsi, ja. És így mondja, jó, itt 3-at leadok, akkor 7-et bevihetek, és mint az ivóvíz. Meg mennyi innen, most már megtelt a gép, a két utcával odébb lévő Aldinál kell leadnod a pontokat. Tudom. Ne, csak azt ne. Ne, kérlek, engedjétek meg, ez nem így van. Ja, de tényleg a társadalom legszélre került emberekbe rúgjunk még bele egyet. Körülbelül ez. Ez egyébként szürreális, és ilyenkor nem érzik. Meg én azt is imádtam a repontokba, hogy van, hogy a számládra utalják vissza. Én elképzelem azt, ahogyan a hajléktalan mondja, hogy nem is tudom, hogy melyik számlámra kérjük. Igen, mert úgy működik a rendszer, hogy vagy beváltod, és akkor automatikusan kapsz egy kupont a géptől. Hajléktalan szállón milyen kupont kapok? Ja, ez az. Na, ott alvós. Jó, nem ezt legközelebb. Tényleg az, hogy váltott? De hogyha én azt mondom, hogy nem a számlámra kérem, hanem onnan, mert készpénzt nem ad. Nem, milyen kupon? Tehát milyen kupon? Képzeld már el azt. Hogy aludjak, 12 órára szóló kuponot van. Tudod, hogy megnézik, tudod, így visszaviszek csak így egy ilyen perc, 15 perc, és így szobja azt, hogy ez nagyon gyors alvás lesz, mert utána már mennem kell. Nem, de ez tényleg Ez az abszolút, úgyhogy ez a tökéletes ellentmondás. De is nyomasztó. Nyomasztó. Kibaszott nyomasztó. Ezek mind a Black Mirror. De hát mi vigadunk ezen is. Mehetünk a következő hírre? Hát sírva vigadunk, mondhatjuk ezt. Vagy vigadva sírunk. Mehetünk amúgy. A Puzsér Robertet megütő Ábrahám Robert felmondott a MediaVerse-nél. Nagy változások, hölgyeim és uraim. Idézet, felmondtam az hang.hu-n van egyébként, felmondtam a MediaVerse-nél, és ez az utolsó szál is megszűnt, ami bárhová is kötött. Erről írt Ábrahám Robert kormánypárti média munkás közösségi oldalán. Ábrahám nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy megütette Puzsér Robertet, lapunk publicistáját, erről korábban itt írtunk. Ábrahám Robert most arról írt, hogy hetek óta vívódik azon, mi a helyes és mi a helytelen, mert a háttérben kialakult egy olyan bizalomvesztés, amit nem tud tovább takargatni. És ilyenkor mit tehetek? Ha szembefordulok velük, akkor abból egy másik erőtér profitál, ha tétlenül tűröm ezt az aljasságot, amit művelnek, akkor csak még arrogánsabbá és önhittebbé válnak. Akkor mégis mit lehet tenni? Hogyan állsz bele valakivel szemben a háborúba, aki alattomos hadviseléshez van szokva és másokat tart maga elé, hiszen minden, amivel visszalősz, valaki mást is eltalál. Mindezt egy olyan korban, amikor óriási tétje van annak, hogy a politikai elit mit képvisel, az épp átalakuló világban fejtette ki. Szerinte jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért váltak egyesek ennyire arrogánssá. A válasz viszonylag egyszerű, elkapatták őket, mert a jobboldali világnézetet vallók gyakran összekeverik a lojalitást a szolgai meghunyászkodással. Ezért lehet az, hogy bizonyos körökben már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot, amelyből az egyén jobboldalisága fakad, a hűséget, a szavahihetőséget, hogy nem teszünk homlok egyenes más, mint amit mondunk, írta. Szerinte az, hogy a dolgok odáig fajultak, abból is levezethető, hogy a jobboldali politika hozzászokott ahhoz, hogy vagy milliárdos oligarchákkal, vagy sértődött multimilliómosokkal, vagy ócska kegyvesztett vamzerekkel kerül szembe. De arra kevésbé vannak felkészülve, ha egyszer egy olyan mondja azt, hogy mindennek van határa, aki ugyanabban hisz ma is, mint 5 éve, és hiába tudná 2 perc alatt megnyerni a kinek van nagyobb versenyt, inkább hátat fordít az egésznek. A kormánypárti pesti srácok szerkesztőségéből nemrég távozott 2 fő munkatárs is, ezt megjegyzi a cikk.
Füssi, Angéla és Jurák Kata is. Na hát itt nekem... Osztopos arcok voltak mind a ketten, amúgy ott, különösen a Jurák Kata. Azt azért hozzáteszem, hogy itt újra előkerül a fallos szimbólum, tehát mondhatnánk azt, hogy ezt az egész műsort elkíséri, hogy kinek lehet nagyobb Magyar Péterénél. Ez a kérdés, tehát, hogy... Vagy keményebb esetleg. Igen, Csuka Gerit idézve, átcsúszva a rostás. Átcsúszva a rostás, erről lesz most szó. Jaj, jaj, amúgy én azt tudom... Az erkölcs őséről kérlek, nyilatkozz valamit. Hát nézd, én valamilyen szempontból meg tudom őt érteni, ugyanis van már előfutára ennek a jelenségnek. Ha volt valaki, aki még valamilyen szinten időben észlelte azt, hogy egy nagyon nagy tátongó ellentmondási szakadék van a között, amit propaganda szinten felmondanak papírból, és a között, hogy a valóságban hogyan történnek és zajlanak dolgok. Ilyen szempontból nekem az első ilyen előfutára ennek az egésznek a Tóth Bettina volt, aki azóta saját YouTube csatornát is kezdett. Bettináról azt kell tudni, hogy ő az első generációs tagjai között volt a Megafon műsorkészítőinek, vagy hát hír készítőinek, és Bettina volt az első, aki 2022. decemberében felállt, és azt mondta, hogy ebben nem vesz részt. És azóta egy teljesen önálló karaktert fel is épített a YouTube-on. Én rendszeres követője vagyok, ugyanis alapvetően az értékei nem változtatott, viszont sokkal objektívebb lett, sokkal inkább a saját maga eredeti vállalásait és értékrendjét szeretné képviselni. És igenis lő arányosan, mint ahogy mi is próbálkozunk. De hát neked nem sikerül. De tényleg kritikus amúgy minden olyan jelenséggel és ténnyel szemben oldaltól függetlenül, ami nem szép. Én merem azt gondolni, hogy lehet, hogy Ábrahám is érezte azt a fajta terhelés és azt a fajta nyomást, különösen úgy, hogy nézőpont kérdése, hogy ez provokáció volt vagy sem, a nyári kalandjuk a druszájával, most itt a Puzsi Robival szemben elkövetett pofonjára gondolok, de lehet, hogy őnála is besokalt ez, lehet, hogy ő is azt érezte, hogy ezt nem bírja egyrészt erkölcsileg gyomorral tovább csinálni, másrészt meg, ha már egy cinikus geciként mondhatnám, egyfajta helyezkedés, taktika is lehet amúgy az Ábrahám részéről. Igen, én is. Hátralépek egyet, ahogy igen. Nézem az aktuális közvélemény kutatási adatokat. Tudod, az amikor elkezd süllyedni a hajód, és amikor már megvan lékelve a hajó, és elkezd süllyedni, így megállapítod a léket, az alját. Majd fölmész a legmagasabb árbóc vitorla tetejére, és még nagyon látványos, ahogy a partról jól látszod, én innen leugrottam. De nem azért, mert ez a hajó nem lesz itt 1000 évig, nem azért, mert látom, hogy újabb erőtér képződik, hanem én most ismertem föl. Pont ma kellett, hogy rádöbbenjek, mert az a különbség a Betty kilépése és önmaga mellett való kiállása mögött, hogy az egy abszolút organikus, hiteles és kurva nagy kockázattal járó döntés volt. 22. decemberében totál más volt a helyzet, mint most. Teljesen más volt a helyzet, és a Tóth Betty, amit előadott, az az egyik legvagányabb és legirigyebb. Meg amit folytat a mai napig még amúgy. Igen, és ő a legkeményebben üti a Megafont, és hát hozzá kell tegyem, hogy ezeket a szellemi óriásokat azért nem árt. És plusz a Ballipsiket is, tehát azért azt mondom, hogy a Bettina ilyen szempontból egy abszolút következő. Megenne minket reggelire. Tehát én tőle, tehát én azért van, akiktől félek. Az egyik bája, én Tóth Bettinától is rettegek. Tehát visszatérve a Bettire, tényleg brutálisan vagány dolog, amibe beleállt, és ott az egy olyan lépés volt, amihez kellett bátorság. Ábrahámnál, bár tudom, hogy van neki hazugságvizsgáló gépezete a Blicknek a jó voltából. A legjobb tollú újságírók igazolták legjobb... az, hogy igazmondó Ábrahám. Igazmondó Ábrahám. Én azt hiszem, hogy ez is olyan, ahogyan a süllyedő hajóról ő most levetette magát a Mediaverse-ről, ezt a bátorságot, hát irigylésre méltó, hogy úgy mondjam. Talán még tudnék is érte lelkesedni, hogyha nem láttam volna az Osváth Zsoltiról készített fantasztikus leleplező anyagát a Renitensen, amely hát... Hogy mondjam, lehet, hogy igaz ez a történet, és lehet, hogy van valóság magja, én mindent elfogadok, de az, hogy amikor a csúsztatásról tanultam annak idején az újságírásnak a kapcsán, az maximálisan kimerítette. Úgyhogy én úgy vagyok Ábrahám Róberttel, hogy hiszem, hogyha látom, nézzük meg mögötte azt a fajta fedezetet, hogy miről van szó, hogy ő mivel nem ért egyet, mert annyira egyértelműsítve vagyon itt is, hogy neki egyébként mivel van problémája. Mert nem
ez az első eset, ugyanis volt már korábban, hogy ő jelezte, hogy ő felállna az asztaltól, aztán végül mégis visszatáncolt. Tehát így ebből kifolyólag vannak ilyen téren kétségeink Robert tevékenységét tekintve. Aztán tényleg, én jó hiszemű vagyok, lehet igenis önigazolás keretében felállni egy vállalhatatlan asztaltól, majd látjuk, igen, látjuk de hogy mit hoz pontosan, majd a jövő. De pontosan egy olyan emberről beszélgetünk, aki annyira tudja az újságírást, az önmérsékletet, a verbális önkifejezést, hogy végeredményben... Verbális, meg a fizikai önkifejezést. Igen, azért mondom, hogy végeredményben végül mégiscsak egy fizikai agresszió formájában ölt testet. Hát nem tudom, nagyon-nagyon szkeptikus vagyok ezzel a figurával kapcsolatban, és annak idején a Fanmade Maker Marcinak a kritikája volt nekem az egyik kedvencem, amit megfogalmazott még az old school karakterével szemben, amikor azt mondta, hogy hát ő nem érti, hogy Abraham Robertnek a YouTube csatornája hogy szólhat arról, hogy elmondja azt, amit mindenki más. Hát várnék valami fedezetet emögött, hogy miből is lett neki elege. Legyünk jó hiszeműek, mint a Blicknél. De menjünk rá Lézerre, az jobban érdekel. Mert nekem, mikor írtad Lézer, Janit, én nem raktam össze, hogy ez Lázár, hanem én amikor így, én úgy támadtam föl hambaimból, hogy a Lézer valójában Lázár, ilyen bibliai kereszt halála, két varga, visszatért a nézés. Jézus feltámasztotta Lázárt a példabeszélyhez. Lézer, Jani, én szentül hittem, hogy én valamilyen ilyen trash előadó művész a YouTube-on. Azt gondoltam olyannak, mint amilyen volt ugye a Szőke Cigány néven. Ismered, nem? Wow, wow. Szőke Cigány, tudom. De amúgy, viszont az is egy regény cím, a Jókai Mórnak, vagy nem, de a Jókainak volt egy ilyen című regénye, hogy a Szőke Cigány, tényleg úgy, hogy... Igen, és én szentül hittem, hogy Lézer Jani, ő a Bartosékkal valamilyen koprodukcióról van szó, és írtad nekem, hogy Lézer Jani keménykedése szinte láttam a kocsmából kidülő, csak egy csekkót kérek, Lézer Jani. Csak egy csekkót. És akkor, amikor rájöttem, hogy ő Lázár, hoppáré. Na, miről van szó, mondjad? Amúgy még mielőtt belekezdenék a cikkbe, én is hozzáteszem a saját személyes részemet. Én 2011 tavaszán, azt hiszem talán márciusban vagy áprilisban, a megboldogult Szote klubban Szegeden, mert ott voltam egyetemista. Ott találkoztam a Lázárral, képzeld, a pultnál. Meg is hívott engem, meg a csoporttársamat, egy korsós sört én kaptam a Lázár Jánostól, még 13 évvel ezelőtt. Na, tessék, látod itt az összefonódás? Na, itt mutatják, hogy geladtam a gerincemet egy korsós sört. Te mondtad még nekem, hogy itt krumplival vesznek szavazatokat, hát neked meg egy sört kellett adni. Mennyivel olcsóbb is az? Mert ha utána számolgatunk, mennyi krumpli, mennyi annak a kilója, és hogy milyen is ez, és utána van arcod, van pofád, van bőr a képeden. Elég vastag, nem? Hát ne haragudj nekem, hogyha én nekem, hogyha mondjuk én kaphattam volna egy sört mondjuk Lázártól, vagy nem tudom, Demeter Szilárdtól, kis barátaimtól, akkor én itt nem adnám elő a nagy királyt. Mert akkor hogy kéne? Hogyha nekem Demeter Szilárd vett volna valami ajándékot, akkor Dömötör Szilárd kéne, mint te, hogy Lézer, ilyeneket én is ki tudok találni. Tudod, mi amúgy a Lézer, ez a gúj név amúgy honnan erednek vele nem, szemben? Nem tudom. 2011-12-ben, amikor a második Orbán kormány megalakult, volt egy ügye, kitudódott, hogy a hivatali kocsijában, hivatali Skodákba szerelt, legalábbis a saját maga által használt autókba, lézerblokkolót, azt a fajta lézerblokkolót szerelte be, ami a trafik által, a trafi állomásra, ahogy biztos, ott van. Biztos a Skodák palotájában. A Skodák palotája! Jaj, Gábor, te szó mit bűnöző! Én is az vagyok, mert te is, de Skodák paloták! Te hülye! Hogy van? Skodák palotája! Szóval a lényeg az, hogy a kocsi a hivatali autójában lézerblokkolót szerelt, ami blokkolja azokat a jeleket, amit az autókra sugároznak ki, hogy a konkrét sebességét tudják mérni vele. Úgynevezett trafipax. Így van, ez kiderült, leszereltették, de a név ez így rajta maradt, úgyhogy ezt használtam fel. De a lényeg az, hogy maradva a közlekedésnél, hogy így akkor tényleg a konkrét témáról beszéljünk, ne csak itt az anekdótázás. Még jó, hogy így, hogy nem, hogy a traffic paxot, a traffic paxot, azt nem blokkolták. Az a kurva nagy szerencsém.
Azt gyere, írja... rám, gyere rám, Palcsó Tamás. A Palcsó Tamás. Aberált belvárosi lipsi gyerekek Real Lázár, és arról, hogy Vitézi Dávid, idézzük, Magyar Péter segít nyalja. Na akkor néhány szó a Hévről és Budapest ügyeiről, kezdi a legújabb Facebook posztját Lázár János, írja 444. És még ha ebből a felütésből érződik is a lendület, ami utána jön, arra senki nem számított. A lényegi rész első mondata mindjárt nagyon erős. Úgy látom, néhány aberrált belvárosi lipsi gyereknek megártott a túl sok szívás a hétvégén, és ezért aztán hallucinációk vannak a Hévvel, meg úgy általában a világgal kapcsolatban. Innen már sejthető, hogy annak kapcsán ír a közlekedési miniszter, hogy a Hév járatok tervezett ritkítása mellett a fővár miatt a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Szakbizottságának elnökeként Vitézi Dávid rendkívül ülést hívott össze hétfőre. Vitézi szerint ugyanis a gödöllői Hév kapacitását csúcsidőszakban 18%-kal csökkentenék, így 6 helyett 3 kocsival járna, megnyírbálnák a ráckevei Hév forgalmát is. A politikus az ülésre meghívta Lázár János minisztert, Karácsony Gergely főpolgármestert, a BKK és a MÁV vezetőit, az érintett kerületek polgármestereit, valamint a civil szervezetek képviselőit is. És itt térjünk vissza Lázár János építési és közlekedési miniszter reakciójára, mert korán sem idéztük a teljes szöveget eddig. Ami a Vitézi által emlegetett terveket illeti, azokat cáfolja, idézzük. Az építési és közlekedési minisztérium vagy a MÁV vezetésében senki semmilyen döntést nem hozott a Hév működésével, vagy a menetrendjével kapcsolatban. Minden más állítás nettó hazugság, írja, de itt nem áll meg. A jövőbeni közlekedési kormányzat sehol és semmiről nem kíván Vitézi települési képviselővel egyeztetni, aki ugyanis hazugságokban az élen jár, aki elvesztette a főpolgármester választást, pedig minden segítséget megkapott ahhoz, aki most a Fidesz után a Magyar Péter segít nyalja, az nem lehet tárgyaló fél. Lázár szerint a főváros lepusztult, koszos közlekedésre alkalmatlan, szétesett és életetlen. Mert idézzük, mert azok, akik folyton Budapest értője, féltője, megmentőjeként szólalnak fel, utalva itt Vitézire, tönkretették azt. Többek között Karácsonyra is utalt ezzel. Budapest az elmúlt években csak a kormányt fejlesztette, miközben a világpolgár urbanisták, ilyen-olyan szakértelemmel nem rendelkező szakértők, városmakettek, utcáin felnövő, a Facebook látványtervekkel kitapétázó ifjak semmit sem tettek Budapestért. Ami amúgy nem igaz, mert gyakorlatilag nincs fejlesztve a kormány által. Hát Lázár volt az az ember, aki... elhíresült módon, miután átvette a pozíciót az EKM élén. Ő maga volt az, aki kézjegyzetekkel kikerült amúgy a sajtó elé, áthúzta, beleírt, tollal, filctollal, vagy jelölővel, odaírta, hogy ezt nem, soha, így úgy nem, amúgy, és többek között ezek között húzta ki a Hév fejlesztéseket is. Ki akarta emelni a lényeget, én arra használom. Nem, ő a lényeg, végül is de. Erre a cikkre azt tudom mondani, kicsit nagy Hévvel lett előadva. Én egy kicsit magamon az úgynevezett Kern András és FAM szindrómát vettem észre. Kern Andrásról és FAM-ról figyeltem meg az évek alatt, ahogyan Kern András a Heti Hetes bizonyos cikkeinél kezdett el vergődni, és FAM a végtelen puzsér monológoknál fészkelődni, az apu azért iszik, mert te sírsz, de hogy már nagyon mehetnékem van. Egy picit ezt érzem. A blokkoló órát. Igen, a blokkoló órát. Most a kurvára unom Lázár, tehát de valószínűleg én ehhez olyan sok minden nem tudok hozzáfűzni, de az, ami nekem nagyon megtetszett, ahogyan a Vitézi ezeket a nagy elméket egy asztalhoz csábította, tehát ott az, ahol összeteszi Karácsony és Lázár, amilyen van, azt hiszem, hogy ott az én zsebem egyre üresebb. Hát nézd, ez több szempontból amúgy... De ettől függetlenül amúgy, Gábor, hogyha azt nézed, ez több két olyan szempont van... Lézerszemekkel nézem. De kettő olyan szempont mindenképpen érvényesül. Szempont, kettő szempont. Pont az a... De az ez lesz innentől, csak mondom. Figyelj, te mondod el, hogy le van rohasztva a járat, nem működik, miközben te voltál az, aki azt mondtad, hogy nem támogathatjuk, lehúzzuk, soha. Ilyen megjegyzéseket írt amúgy az ilyen jellegű fejlesztések mellé. Másrészt meg ez az útszéli igénytelen stílus,
Most tényleg ez lesz a reakció, jó, azok a büdös lipsi hülye gyerekek. Mert értem, hogy a kommentek között így háborognak az emberek, oldaltól függetlenül, tehát hogy következetes akarok lenni, mert fú, a cringe DK-s szektások, a fideszes, meg a tiszás szektások a lehető legrosszabb komment kultúrát tudják amúgy hozni ilyen téren. Tehát azért mondom, hogy de Lázár ezt erre a miniszterelnöki, miniszteri, rosszul mondtam, miniszteri szintre emelte. Érted, hogy ja, na, füves lipsi hülye gyerek. Tehát miközben amúgy bírtam a Vitéznek, annyi volt a reakció, hogy először is javaslom, hogy egy hásfatea elfogyasztását a miniszter úrnak, segíti a szorongás oldását, idegnyugtatása is jó, úgy látom nem ártana. Tehát azért ez már mennyivel egy stílusosabb és igényesebb, civilizáltabb reakció arra, hogy te egy lipsi, füves hülye gyerek vagy, értette? Függetlenül, hogy a többi szakmai részét elmondja, amit elmond. Fú, én most nagyon azt érzem, hogy azért kemény volt a Hont András, ott azért éreztem azt, hogy bemegyünk más miatt még, na mindegy, szóval az is egy mélyütés volt, de most nekem lézer az most tényleg elvitt, mint a Homelander lézere, vagy szuper. Homelander lézere! Tényleg! Olyan mondom, nem bírom elviselni az egész, tehát annyira bicskanyitogató sztori ez, hogy amit te mondasz, hogy azért nem kéne egy úgynevezett politikusnak látszó tárgynak magára erőltetni a némi kultúrát, és ezért bírom jobban az Orbán Viktort, mert lehet rámondani kurva sok mindent. De még a legélesebb szituációkban is valahogy úriemberként reagál. Meg, vagy frappánsan, jó pofán, érted? Jó pofán, de ez meg a cinikus módon is, de azt érzed, hogy maszki az helyébe én is ezt mondtam volna, vagy igen, valami ezt okay, okay, a volna. A cinizmus ott van, mint ahogy nálunk is ott van, ahogyan a kommentelők megírták, tudjuk jól. De ez tényleg a legalja kommentelő szintje, tehát hogy erre nem tudsz úgy reflektálni, hogy ne süllyedj le az ő szintjére, úgyhogy szerintem nyomjuk el, hogy mit mondott erre a Vitézi, bár nem biztos, hogy túlélem, aztán jöjjön az én kedvenc témám. Hát nézd, végül is most inkább csak szemnéznék a megjegyzéséből. Hát Lázár János azzal kezdte, ahogy az előbbi két mondatot már elmondtam, Lázár János azzal kezdte a közlekedési miniszterségét 2 éve, hogy Széchenyit idézett. Tisztelettel szeretném jelezni, a magyar történelemben Széchenyit beleértve egyetlen közlekedési miniszter sem engedett meg magának ilyen becsmélő, trágár, útszéli stílust nyilvánosságnak szánt közleményben, mint amit ma Lázár János megtett. Ha a miniszteri munka ennyire megviseli az idegeit, ráadásul az elmúlt évek sorozatos kudarcai nyomán a MÁV összes utasának idegeit is, mindenki jobban járna, hogyha lassan inkább abba hagyná. És utána itt alátámasztjam, hogy a konkrétumaikkal, hogy mikor hívta össze az ülést, miket kezdeményezett, mikre reflektált, milyen fajta fejlesztéseket húzott ki. Tehát ő gyakorlatilag átvette innen a szakpolitikai részét. Olyan fajta kritikát fogalmazott meg, hogy a miniszter úr felé jelezte, hogy... De szerintem én megfejtettem, mi történt. Na mondd! Én megfejtettem, hogy ugye Bájarcnak, aki úgy politikus, hogy valójában nem politikus, a nem tudom én hányadik pártakönyv... Ötödik, az ötös számú pártakönyvnek a tulajdonosa. Ő ugye azzal kivonul a tisztségviselőknek a köréből, átvonul egy ilyen tényleg ököllé az újságok hasábjain, és most a Lázárék is... Sámán, nem csak ő, Sámán. De hogy átvették a Lázárék a bájeri minőséget, csak nincs meg mögötte az Ady Endrei tehetség. Nem? Ez igaz. A bájer az ugyanezt az útszéli prolit csinálja, de valahogy ötvözi a magas irodalmat. Meg magas stílusosságával. Mondom, nem értünk egyet sok mindenben, amit mond, de hogy szórakoztató és stílszerű a csávó még a maga szektás működésén is, az tény. De ez a legalja, ez a B-közép gyakorlatilag, B-közép, amit a Lázár előadott. Bájer B-közép. Bájer B-közép. Bájer B. Még utoljára még annyit írom úgy, hogy miután elmondtam hogy a szokpolitikai részleteket, mert most nem ez a fő hangsúly, tehát most aki akarja, nézze meg nyugodtan Vitézi Dávidnak a munkásságát, és a Vitézi az, aki gyakorlatilag a felkeltem hajnalban 1:30-kor, és mondd meg nekem, mikor indul a 940-es. Tőle 10 perc múlva itt a Leheltől, menj oda, légy szíves. Ő ilyen típusú ember. Mondja még azt, hogy miniszter úr, ha jól hámozom ki a sok indulatos gyűlölködése közül, ön a mai posztjában visszatáncolt a MÉV-HÉV járatritkítási terveiből. MÉV-HÉV járatritkítási terveiből. MÉV-HÁV. Ennek örülök, de ha tényleg így lesz, nem az első járatritkítás, amit sikerül megakadályozni. A téma azonban megírja az
alapos kitárgyalást, nehogy aztán mégis a jelprítások legyenek a vége. 70-11-kor találkozunk, mint települési képviselők. Nagyon vicces, hogy ez a degradáló jelző, de hát Magyarországon egy miniszterelnöktől. Szóval a rendkívüli szakbizottság ülésre várja őt. Itt az a baj, hogy a Vitézy az egy professzionális politikusként itt ragadt, ahogyan te mondtad. Nem, szakpolitikus. Igen, tehát hogy úgy értem, hogy egy igazi szakpolitikus, tehát hogy ő azt hiszi, hogy számokkal és érvekkel kell versenyezni, ez nem erről szól. Itt van egy törzsi logika, egy szektának, a szólamainak a visszaböfögése, és te odajössz számokkal meg érvekkel. Nem erről van szó. Mi mondtuk? Ezért te büdös lipsész füves hülye gyerek. Ennyi. Tessék, és így megvan oldva. Oldjuk már meg a basic nagy feszkóját, mert ez egy igazi gyöngyszem. Na ezt hallgassátok, mit találtunk! Kajadobáló fantom tartja rettegésben gazdag rétet, járókelők nyakába zúdítja a maradékot. Már több ember mellett, vagy éppen nyakában landolt étel az egyik gazdagréti panelsor előtt. A kajadobáló rém le sem néz, amikor kiveti a maradékot az ablakon át. Kellemetlen pillanatokra számíthatnak a gyanútlan baktató gyalogosok, ha a 11. kerületi gazdagrét egyik csendes, nyugodt utcájában sétálgatnak. A gazdagréti útról nyíló egyik mellékutca panelházában ugyanis egy kajadobáló rém tengeti mindennapjait, aki undorítóbb étel maradékokkal terrorizálja az utcán sétálókat. Hát én ezt imádom. És amit tudnotok kell azért a gazdagrétről, hogy itt melyik sorozat is fog. Hát a klasszikus szomszédok. Én pont most ezt fogalmazódott meg bennem, ahogy így felolvastad még a bevezetőjét ennek a cikknek, hogy hol van ilyenkor a Vágási Feri, hogy igazságot tegyen, de tényleg, vagy Taki bácsi, érted, vagy Bőm. És én úgy érzem, hogy ez úgy lenne méltó ennek a kommentálása, hogy megidézve a szomszédok stílusát. A szentenciát. A szentenciát. Hogy én azt szeretném tőled kérni, hogy belenézve a kamerába, úgyhogy majd bezumollak. És vágjuk alá azt a régi klasszikus szomszédot. Hogy kérlek, mondd el, hogy a kajadobáló rémmel kapcsolatban mi az, ami... Hát nem tudom, melyik karaktert vegyem fel, most Lenke néni legyek, vagy a kutya legyek, de azt mondanám, hogy hát ez elképzelhetetlen lett volna 60 évvel ezelőtt. Ételt dobálni, miközben az utolsó falatot is magunkhoz vettük. Ez a rendszer túl jó és túl magas színvonalat hozott el az embereknek. Én csak egy járókelő voltam. Azt hittem, hogy ez csak egy átlagos nap, egy átlagos hétvégi nap, hogy elsétálhatok a kedvenc panelházaim mellett. És mi landolt a nyakamban? Egy romlott spagetti, egy elhasznált fánk, egy büdösödő kenyér. Nem tudom már, hogy hova fajul ez a világ. Én nem hiszem el, hogy ez történik. Régebben nélkülöztünk, és ezek a mai siheder generációk azt se tudják, hogy milyen jó módjuk van. Kidobálják az ételt az ablakon? Bezzeg mi? Még a penészes kenyeret is megettük még 45-ben? Én nem hiszek ebben a dologban. Én azt mondom, hogy az ember tapasztalja meg. Én nem hiszek mindenféle fantomokban. Szerintem ez az egész egy kitaláció. Tökéletesen hoztuk ezt! Úristen! Horváth Ádám mindjárt feltámad és újra leforgatja velünk a következő... Kedvet kap, azt mondja, hogy úristen, micsoda casting volt, erre nem számítottam. Ami imádtam, én amúgy, ha már megjegyeztetem, kis személyes, 2010 őszén nekiálltam. Hogy a picsában ne jegyezhetnéd meg másfél óra után. Majd megvágom. Jó, ne haragudj! 2010-ben letöltöttem a szomszédokat az Encore-ról még, 70 giga volt. Én majd letöltöm helyetted a börtönbe ezt a mondatodat. Figyelj, elévült már, majdnem közel 14-15 év után, úgyhogy ez már nem számít, azért merem így bevallani. 70 giga de volt, bátor ember, 331 darab rész volt, és mivel alig szídelte valaki, valami 3,5 hónapon keresztül töltöttem, csak azért, hogy utána vírus kapott a gépem, és ne kellett formatálni az egészet. Akkor jó érzés volt visszakapni ebből egy szeletet. Tudod, ez olyan, nem tudtam letölteni a Batman-t, ezért eljátszom. Aztán mindenit. Istenem, kajadobáló fantom. Hát azt hiszem, hogy megfelelő minőségben reagáltunk erre, ami viszont rohadt fontos mindenkinek. Megjegyezni. Ha tetszik, a basic. És tetszik a többi műsor is amúgy, nem csak a basic. De a basicre épül már csak basic. A basic, gyere rám basic. Akkor a Patreonon lehet minket támogatni, mert tervezzük majd egy szép napon, hogy zombival legyen extra tartalom. És Bencével is
Ott már van. Van vele bőven, meg vannak ott a Puzsér sztori, azért egy-egy ilyen nyaránkság, Tóth Gabi vélemény, azért vannak ott is extrák. Tehát lehet minket Patreonon támogatni, fel kell iratkozni, be kell nyomni a csengőt. És a lájkot, minden. És a megosztás, nekünk ezzel tudtok adózni, pénzzel, vérrel, verejtékkel és figyelemmel, úgyhogy... Van, mint gerincel. A gerincel. De ha már a gerincben benne van a geri szó, és ez nem véletlen, hogy összeáll a metavilág, nem? A következő adásunk Csuka Gerivel, a Zsuga királlyal lesz. Bevezet minket a PDD botrányba, mert azért jogos volt az az észrevételtek, hogy kicsit elökörködtük ezt az ügyet, és most a konteók legmélyére fogunk alámenni. Hát meg a megismert tények közé, egy igazi szakértővel amúgy. Így van, úgyhogy Csuka Gerivel fog jönni a Basic Ultra, az nem az Ultra Basic? Ja, Ultra Basic. Ultra Basic, és azt is fogjuk publikálni ezután, hogy jó szórakozást, köszönjük a megtisztelő figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Okay.